menesztették Szabó István vezetőedzőt, már nem ő irányítja a KTE mb 1 es csapatát. A mai napon a klubvezetés és Szabó István egyeztetéseket folytatott, melynek eredményeként menesztik a vezetőedzői posztal járó munkavégzés alól a szakembert. A felek a tatabányai edzőmecs után ültek le értékelni a játékot, ennek eredményeként született meg az a döntés, hogy Szabó Istvánt felmentik a vezetőedzői pozícióval járó feladatok alól. Tóth Ákos sportigazgató úgy fogalmazott, a sorozatos kudarcok a gyakorlatilag zsinórban öt elveszített bajnoki mérkőzés után úgy döntöttek, valami változás kell, még ha ez fájdalmas is mindenkinek. Szerinte a keret elég erős, sőt mélyebb is, mint tavaly, ám valami megtörtént a csapatban, és már nem úgy működik, ahogyan eddig működött. Ezért ilyenkor evidens, hogy a vezetőedző cserélik le. Tótágos úgy fogalmazott, Szabó István minden idők legeredményesebb KTE vezetőedzője, ezt már senki nem veheti el tőle. Az új vezetőedző személyéről konkrét, aláírt megállapotást követően tájékoztatja majd a csapat a szurkolókat és a közvéleményt.